Nálatok a családokban már mindenki volt stílus tanácsadáson az elmúlt 15 évben. Te mit tapasztaltál abból, hogy ők mennyivel tudatosabbak, és miért jött el az ideje a számodra, hogy te is részt vegyél egy stílus tanácsadáson? Az első kérdésedre válaszolva, én egyértelműen látom a fejlődést a ruhatárukban. Tehát amikor a tudatos vásárló, most egy elég nyugatos kifejezés, ez megjelenik az öltözködési dolgokban is, tehát akkor is tudatosak lesznek, amikor ruhát választanak. Tehát ő egyre inkább ugye azt láttam, hogy tényleg rendben vannak a ruhák, így összhangban vannak. És sőt, amikor már a két szülő már egymáshoz kezdett el öltözködni, akkor tényleg jól töké volt, ugye. Szerintem az volt a megkoronázása az egésznek. Ami engem illet, én is úgy gondoltam, hogy ennek a tanácsadás, aki eljött az ideje, már mindenkinek megvolt, hogy nekem is, de alapvetően azért döntöttem emellett, mert én is kerültem el a helyzetekbe, amikor tudtam biztosra azt, hogy amit most éppen felveszek, vagy ott is milyen boltban próbálom magamra, az ugyan nekem jól áll-e vagy nem. Mikor rám raktad a különböző színű sálakat, egyébként engem is meglepett, hogy tényleg látom, hogy melyik az, ami szerintem nekem jól áll, és tényleg meglepett az, hogy egyetértettünk, tehát úgymond a jókat választottam volna ki magamtól is, de ez egy abszolút pozitív érzés, ez ugye egy megerősítés bennem, hogy ugyan eddig se hibáztam nagyokat a színekkel, de úgy tűnik, hogy ezután se fogok, most meg már biztos, ugye most már szintáltával fogok járni, vásárolni. 100 ruhadarabot nézünk, akkor szerintem egy olyan negyede az biztos, hogy ki fog kerülni. Ezek egyébként olyan ruhadarabok, amiket úgy valamilyen szinten most már elkezdtem átnézni, és már éreztem azt, hogy ezeket sose úgy viselt, amikor rajtam volt, akkor úgy nem éreztem feltétlenül azt, hogy na most jól nézni. És most igazából bizonyosságot szereztem ezzel a tanácsadással kapcsolatban, hogy igen, tényleg nem. De most már legalább tudom is, hogy mi. Kinek ajánlom magát a tanácsadást? Ha a férfiak mondom, akkor azt mondom, hogy férfiak azok tudatosabban bánnak a pénzzel, mondjuk így mondtam ők, jobban megfontoltabban vásárolnak egyébként ruhákat is, amit gondolom. Ha egyáltalán vásárolnak, de én mondjuk ajánlanám, hogy vásároljanak maguknak. Ennek a tanácsadásnak a díja hosszú távon rengeteg pénzt megspórol majd az ember, mert nem olcsó manapság öltözködni, jó minőséget meg kell fizetni, és egy-egy ilyen ruhadarab választása, hibás választás.